Sziasztok, Cibor Szilvia vagyok, és szeretnék mutatni egy olyan dolgot, amit kezdőként én is nagyon sokáig elkövettem, vagy rosszul csináltam az értékesítésben, és sajnos a mai napig sokszor beleesek, és figyelmeztetnem kell magam arra, hogy rosszul csinálom a dolgot, és változtatni kellene. Ez a hiba, nagyon sok minden van, amin apró változtatásokkal nagyon nagy eredményeket lehet elérni az értékesítésben. Ugye tavaly előtt, mikor tanulgattam, vagy elérni ezt a dolgot, akkor én is reggeltől estig adtam fel a hirdetéseket, Facebookról kitiltottak, vagy Facebook oldalakról letiltottak. Nem láttam már este annyi hirdetést, feladtam, és zsongott a fejem, és akkor volt egy feliratkozom, két feliratkozom, hogyha már volt 10 feliratkozom egy nap, az már hatalmas dolog volt, és akkor mindig lestem, vártam, hogy jöjjön egy vásárlóm, hogy legyen valami eredmény ennek a bődületes nagy munkának. Aztán úgy döntöttem, hogy elkezdem inkább okosabban csinálni a dolgokat, és kevesebb idővel, nagyobb hatékonysággal dolgozni. Mielőtt elmondom, hogy miről van szó, megmutatok egy olyan eredményt, amit egy új partnerem ért el az elmúlt pár napban. Ugye most 20-a van, 20-án készítem ezt a videót. Itt egy hírlevél listának a részlete látszik. Az ízületek lett létrehozva egy levelező lista 2016. 7. hó 16-án este, és a tagok létszáma, a feliratkozók létszáma 518. Ami most 20-ára annyi eredményt is hozott, hogy egyből van két vásárló, és az egyik ugye már aktív, a másik az még nem fizette be még nem kapta meg a termékeket, úgyhogy még nem látszik a partneremnek a bevirodájába, de itt, hogyha megnézzük az én levelező listámat is, akkor itt is látszik, hogy az ízületek, ami kimondottan, célzottan az ízületi betegségekkel, vagy ízületi fájdalmakkal küzdőket célzom meg, ezt a listát 2016. második 22-én hoztam létre, nem egészen 5 hónapja, és az 5 hónap alatt 1607 feliratkozó lett, ebből jelentős része az elmúlt egy hónapban. Úgyhogy ezt tudni kell, mielőtt folytatom. Szóval a célközönségnek a meghatározásáról szeretnék egy pár szót mondani ennek a fényében, amit itt mutattam. Ugyanis nagyon-nagyon fontos, hogy meghatározzuk azt, hogy kiknek kommunikálunk. Ugye, hogyha az én üzletemet nézzük, a Filzent, kiemeltem ugye az ízületi problémákkal küzdőket, a közül, a rengeteg ember közül, akiknek jó lehet a Filzennek a termékei. Ugyanis egy természetes étrendkiegészítők, hogyha úgy vesszük, akkor jó lehet mindenre, jó a bőrre, jó a hajra, jó az érrendszerre, a szív- és érrendszeri betegségekre, szépségápolásra lehet használni őket, és számtalan dolgot felsorolhatnánk. De hogyha úgy kommunikálunk, hogy ugye ezek a mindenre jó termékek, ugye nem igazán fogja észrevenni az, akinek szólunk. Viszont hogyha célzottan azt mondjuk, hogy ízületi fájdalmak szűntek meg az első héten, vagy az első két hétben, olyan esetekben, amikor már tényleg nagyon komoly problémát okozott az ízületi porckopás, akár a térprotézis is szóba került, akkor fölkapja a fejét az a sok tízezer ember, aki ezzel küzd, sőt, százezres nagyságrendben lehet beszélni azokról, akiknek nagyon-nagyon komoly a problémájuk. De hogyha van egy felsorolás, hogy felsorunk 10-15 féle dolgot, és hogy beszúrjuk azt, hogy ízületi betegség, az, akinek komolyan szüksége lenne rá, az nem fogja észrevenni. És ugye mutattam a levelező listámba, hogy
februárban csináltam az ízületekre a hírlevél listát, és február óta lehet ide feliratkozni, és mennek innen a hírlevelek. Tulajdonképpen február óta van az, hogy sokkal nagyobb létszámban vásárolnak tőlem is a partnereim, és sokkal nagyobb létszámban vannak olyan üzleti partnerek, akik szeretnének is ezzel foglalkozni. És hát most kezdtünk el igazából a partnereimmel is jobban belemenni ebbe a témába, a munkatársaim, ugye főzően az egy emelemes cég hálózatot építünk, akikkel szintén kitalálunk egy-egy csoportot. Most nagyon friss ez a dolog, most az ízületekkel kezdtük, de persze, hogyha ez a célcsoport kiment, akkor jön a következő, majd meglátjuk, hogy mi. Hatalmas célcsoport ahhoz, hogy azt most egy pár hónapig ezzel tudunk foglalkozni. És hogy hogyan dolgozunk a munkatársaimmal, azt csak azért szeretném megmutatni, mert hogyha valakit érdekel az internetes lehetőség, de nem igazán van otthon az internetes értékesítésbe, azoknak tudni kell azt, hogy mi, nekünk van egy közös blogunk, amit tulajdonképpen egy-két naponta én jelentetek meg rajta bejegyzéseket, viszont aki szeretne saját maga írni, az ő maga is tud, és most gyorsan el akarom mutatni, azért kapcsoltam ide, hogy működik, mert például itt van a Szilvinek az oldala, a csokoládé egy igazi csodaszer, ezt én írtam. Itt a Szilvi jelentetett meg a ma esti webináriumra egy másik cikket. Itt van az Évinek az oldala, ahol szintén látszik, hogy a csokoládé egy igazi csodaszer, amit én írtam. Ő is írt egy cikket a mai, és hát ha visszamegyünk, akkor nagyon sok olyan cikk van, amit az Évi írt, és ott vannak azok is, amiket én megjelentettem. És itt van az én oldalam is, ahol itt van a csokoládé szintén, és ha belemegyünk a blogbejegyzésekbe, akkor vásárolni, igaz, hogy ugyanaz a blogbejegyzés, viszont vásárolni mindannyiunknak a saját egyedi linkünk keresztül tudnak a vásárlók, aki az én oldalamat találja meg, az innen vásárol, aki az Évi oldalát, itt is bemegyünk a csokoládékba, az Évinek az egyedi linkje, ugye itt már Gulyás Évi 2637.4.fuzen.com, ez már másik link, ez az Évinek a személyes linkje, és megnézzük a Szilviét is, ő sem maradjon ki, a Szilvinek is ugyanaz a cikk, viszont a webáruház ő neki az éjegészségesen.fűzen.com. Ugye itt láttuk az Évinél Gulyás Évi volt, nálam egészséges életmód, a Szilvinél éjegészségesen.fűzen.com. Úgyhogy így működik a blog, az is tudja használni, aki nem igazán jártas az internetes értékesítésben, és ezen a blogon fogunk olyan cikket jelentetni, ami kimondottan célcsoportokat célzunk meg, hogy olyan eredmények jöjjenek, mint amit itt mutattam a partneremnek. Még egyszer visszamegyünk, és nézzük meg neki a listáját. Ugye 2016-07-16, talán ez péntek volt, péntek vagy szombat, és tagok létszáma, feliratkozók létszáma 518. Nem tudom megmutatni képernyő megosztással, nem tudok belemenni az irodákba, se a levelező listákba, se a fűzenes irodába, hogy megmutassam, hogy milyen eredményeket hozott, mert ugye ott vannak e-mail címek, vannak személyes adatok, amit nem hiszem, hogy örülne bárki, hogyha viszont látná egy ilyen videóba az adatait. De természetesen, hogyha valakit érdekel, és azt mondja, hogy ha ezt tényleg meg tudja nézni, ez a valóságban így van, akkor akár dolgozna is velünk, az keressen meg akár engem, akár azt az embert, akinek a blogján megtalálja ezt a videót, ő is tud segíteni abban, hogy
összejöjjünk egy Skype-os beszélgetésre, egy képernyő megosztással, úgyhogy nem rögzített felvétel, úgy bemegyünk az irodába, és akkor megmutatom, hogy ezek az eredmények, ezek valóban ott vannak, ezek a feliratkozó számok és adatok, ezek nem valahonnan kiollózott, meg megszerkesztett dolgok, hanem ez tényleg így van. Ugyanis, ha célzottan egy bizonyos csoportnak dolgozunk, hallottam egy előadást, ahol azt mondta az úriember, hogy tényleg így van, hogy a célcsoportunknak tudjuk a gondolatait, milyen problémával küzdenek, le tudjuk írni azokat a problémákat, tudjuk az ízületi problémákkal küzdőnek, még az alvás is gondot jelent, mert minden egyes mozdulatra fölébrednek a fájdalomtól, nem tudják a kezüket mozdítani, a lábukat nem tudják odéptenni, és hogyha erről kommunikálunk, és hogyha erre mutatunk bizonyítékot, hogy ezek a problémák megszűnnek akkor, hogyha, vagy hát vannak olyan emberek, akiknek az ilyen problémái megszűntek a termékeinknek a fogyasztásával, akkor így őket tudjuk jobban megcélozni, és valójában valós dolgokat állítunk bizonyítékokkal alátámasztva, amit látnak, hogy így működik, és így sokkal nagyobb bizalom tud kialakulni az emberekben irántunk. És persze ez csak akkor igaz, hogyha te is ugyanolyan elkötelezett vagy a termékek iránt, akár a Filzen termékei, akár mással foglalkozol termékei iránt, és ugyanolyan bizonyossággal tudod, hogy hasznára válik az embereknek, mert valójában csak akkor tudjuk ezt az embereknek úgy átadni, hogy ez jó legyen, és ez komolyan tudjanak bennünket egyáltalán venni, és valójában értéket tudjunk közvetíteni feléjük. Ugye ezt szerettem volna ebben a videóban elmondani, hogyha úgy gondolod, vagy szeretnéd megnézni, hogy egyáltalán ez a közös blog, amin az előbb végigmentem, a három blogon, ami tulajdonképpen egy és ugyanaz, hogy hogyan működik, és akár hogyan tudnád te is használni, hogyha dolgoznál velünk az interneten, akkor itt a videó alatt találsz egy feliratkozó linket, ahol meg tudod adni az e-mail címedet, és akkor kiküldünk egy, vagy kimegy egy automata levél tulajdonképpen, hogy be van állítva a feliratkozóknak, amiben megmutatom, végigmegyek a blognak a működésén, hogy hogyan működik, és hogyan tudja ez bárki a saját üzenes üzletében használni. Ennyit akartam volna elmondani. Szép napot neked, szia!